Hévízváros önkormányzata már hagyományosan ezen a napon megvendégeli, virággal, műsorral kívánja kifejezni tiszteletét és megbecsülését városunk hölgyei iránt. A női egyenjogúság és a nők emberi jogainak napját, a Nemzetközi Nőnapot minden év március 8-án tartják. Hévízen is ennek apropóján minden évben köszönti a város vezetése a női polgárokat. Idén Kepri József János városunk alpolgármestere ünnepi beszédében fejezte ki a nők iránti tiszteletét. 105 éve, hogy az Egyesült Nemzetek Szövetsége 1917-ben határozott arról, hogy március 8-át a történelmet alakító nők napjává nyilvánítja, tiszteletet adva azoknak a nőknek, akik évszázadokon át küzdöttek a nemek közötti jogok egyenlőségéért. Ez a küzdelem nem csak a nőkről szólt. Részese volt egy olyan világméretű mozgalomnak, mely kimondta a bőrszín, vallási felekezeti hovatartozás, nemi különbségek ne képezzék alapját semmi nemű hátrányos megkülönböztetésnek. Ez szabadságharc nem csak az elnyomottakról, hanem az egyetemes emberi méltóságról szólt. A nők egyenlő jogokat követeltek és bebizonyították, hogy vezetőként, tudósként, politikusként épp úgy megállják a helyüket, mint férfi társaik. A tudományokban, művészetekben, a társadalom számos területén nők vették át a történelem formálás szerepét. Halkan jegyzem meg, hogy az Európa Parlament 2019-ben 5 évre egy hölgyet, Ursula von der Leyen kereszténydemokrata politikust választott az Európai Bizottság élére. Az is köztudott, hogy a világ vezető gazdasági, politikai hatalma, az Egyesült Államok is, Joe Biden amerikai elnök mellett, a jamaikai származású Kamala Harris alelnök asszony irányítása alatt áll. Joggal mondhatjuk hát, hogy eljött az idő, hogy a nőkre ne történelmi, kulturális vagy megszokásbeli sztereotípiák alapján gondoljunk. Egyenrangú felek vagyunk, nők és férfiak, éljünk bárhol is a világon. És mégis a mai napig léteznek még országok, kultúrák, ahol a nőknek bizony ki kell állniuk a jogaikért. Őszintén remélem, hogy ebben a harcban a legnagyobb szövetségeseik maguk a felvilágosult férfiak lesznek. Hiszen nem alá és fölé rendeltjei vagyunk egymásnak, hanem társai, segítői, egymás kiegészítői. Magam azt vallom, amit a Teremtés könyvében olvashatunk, hogy Isten a saját képmására férfinak és nőnek teremtette az embert. A nőnek azonban megadatott a legnagyobb ajándék az életben, női mi voltába kiteljesedve, anyaként új életet adjon. Mindannyian köszönettel tartozunk női szeretteinknek, édesanyáinknak, hugainknak, nővéreinknek. Mi lenne velünk nélkülük? Az ő megtartó, önzetlen szeretetük nélkül bizonyára elvesznénk. És rég volt ekkora szükség erre az erőre, amikor a nők, asszonyok, édesanyák és kislányok kénytelenek elhagyni otthonukat, férjeiket hátrahagyva menekülni a háború borzalmai elől. De a nők erősek. Ott, ahol ma por és hamu van, egy napon újra szárba szökken az élet, ahol háború dúl, egy napon béke honol majd. Adja a Jóisten, hogy ez minél hamarabb bekövetkezzen. Addig is kérem önöket, hogy ahogy eddig tették, segítsenek azoknak, akik rászorulnak. Itt Hévízen, három helyszínen is folyik a gyűjtés a menekültek számára. Kívánom, hogy a bennünk örökösen meglévő derűt ne homályosítsák el a világunk viselt dolgai. Hogy a bajok és a gondok közepette is meg tudjuk tartani optimizmusunkat. Hiszem, hogy a szeretet erősebb a gyűlöletnél, a megbocsátás a haragnál, az együttérzés az irigységnél, a fény a sötétségnél. Szítsuk fel szívünkben az örök derű lángját, és óvjuk, vigyázzuk minden nap. És ha már nekünk megadatott, fontos, hogy oda is adjunk belőle, ahol már kialudni látszik, vagy csak éppen pislákol a fénye.
Az alpolgármester beszédét követően Faragó András nőnapi műsorát láthatta a közönség. A színművész 2009-ben Nívó díjat, 2014-ben Pepita díjat kapott. Számos magyar filmben, sorozatban játszott, jellegzetes orgánumának köszönhetően pedig rendszeresen szinkronizál is. Hévíz városának is rendszeres vendége. A város és a gyógyvíz látogatások mellett az egyik helyi szállodával is rendkívül jó kapcsolatot ápol, ahol szinkron és meseórákat, valamint főzősót tart gyermekeknek. Mint elmondta, mindig nagyon jól érzi magát nálunk, ezért örömmel hozta el nőnapi műsorát is. Próbáltam úgy összeállítani a műsort, hogy azért ismerős legyen a legismertebb operettekből, műzikelekből részleteket, és hát ahogy én ezt levettem a nézőtéről, azért ezeket nagyon jól tudták, úgyhogy azért próbáltam rábeszélni őket, hogy énekeljenek velem, és össze is jött, úgyhogy remélem, hogy nem okoztam csalódást. Megmondom, művész, hogy miért is különösen fontos a nőket ünnepelni ezen a napon? Én megmondom őszintén, én nem szoktam így kivételezni, tehát én a hölgyeket, a nőket, én az év minden napján nagyon szeretem, és azt ajánlom az összes férfi társamnak, hogy így tegyen. Van egy nemzetközi nőnap, és akkor kiemeljük ezeket a dolgokat, de azt hiszem, hogy ez a szerelem, ez folyamatos. A sportcsarnokban a jó hangulat garantált volt. Városunk hölgylakói is örömmel fogadták a nekik szóló műsort. Remek volt, nagyon hangulatos volt, és nagyon jó volt, hogy egy igazi sármos férfi énekelt nekünk azokat a kellemes és kedves dalokat, amiket szívesen hallgattunk, és szívesen énekeltük vele együtt. Bármit hallok, ami kultúra, az boldogság számomra. Nagyon jó volt, tényleg irigylem az illetőnek a hangját, a stílusát, a mindenét, amit tényleg előadó, és a mi korosztályunknak való pontosan ez az egész. Úgyhogy szerintem itt vannak a Tiszta Forrás klubtagok, akik tényleg örülnek, és ők is szívesen hallgatják ezeket a dalokat is, mert ez is egy vidámság. A helyszínen az önkormányzat jóvoltából megvendégelték a jelenlévőket, akik a műsort követően kötetlen beszélgetéssel folytathatták a nőnapot.